Sziasztok, Zozok vagyok, folytatjuk a Divinity-t. Eszméletlen sokat játszok mostanában ilyen játékkal. Ami ne persze nem baj. Ritkán van most már olyan játék, ami úgy... Hát nem mindig, ugye? De mondjuk igen, tehát hogy hosszabb időre úgy le tud kötni. És akkor én inkább olyan játékos vagyok, hogy így belekezdik mondjuk egy játékba, arra valamiért ráunok. Ez lehet, hogy ugye a játékban egy olyan részhez jutottam el, ahol mint egy unalmas filmnél úgy bealszol, és akkor átmegyek mondjuk egy másikra. Szoktam így igen, váltogatni a játékokat elég sűrűn. Oksa! És akkor most erre kellene tovább menni. Hoppá, megnéztem, hogy miért erre indulok el. Most mintha máshogy állna a térkép. Mert ugye erre kell mennem. Fú, de jó, hogy pihentem egyet. Igen, tehát sokat játszok a játékkal, de akkor is, amikor nem vagyok éppen a legfigyelmesebb. És hát ez meglátszik. Oké, zsoké, zsoké. Jó, menjünk remélni, merjük remélni, hogy... Igen, hogy... Azt a mindenit. Nem tudtam lemenni itt a domboldalon. Nem tudtam lemenni a domboldalon. És szerintem ez azért lehet, hogy néha nem tudom, hogy merre van az irány, mert hogy így tehát hogy így forgat össze-vissza a kamera néha. És igen, de közben, tehát a mini térképet kellene néznem, végső soron ennyi. Jó lenne eljutni akkor így mondjuk ide, a mai nap. Vagyis hát ebben a videóban. Jó, azért jövök ide, hogy megnézzem azt, hogy van-e itt valami. Oh! Oh! Ó, kedves Scarlett, rá léptél szinte arra a dombra. Jó, nézzük meg, srácok. Amúgy igen, tehát nézzétek, a fa is különleges. A fa is különleges. Jó, nézzük meg, nem sokára volt mentés. Nem sokkal ezelőtt volt mentés, tehát ha esetleg ellenfél, akkor sincs baj. Nagyon gyanús nekem az a tócsa ott. Jól van, már megint csak... megijedtem. Jó. Nem olyan szuper értékes dolgok voltak benne, de... azért ez annyira nem rossz sem. Rodrignak olajos flaska az... Jó, menjen Madorának. Na, kétkezes csatabárd, ez akár még jó is lehet, majd mindjárt megnézzük. Hát ez nekem, szerintem ennél, meg nincs semmi extrája. Küldjük át Rodrignak. Ez sem tűnik nekem nagyon, nagyon, de nagyon jónak. Szerintem élből Rodrignak küldöm. Jaj, szektabeli parancsokat nem olvastam el. Makulátlanok, ne inogjatok meg! Én is rajtam keresztül a közvetítő és maga az Istennő megbízunk benneteket a feladattal, hogy visszaszerezzétek a csillagkövet, ami a szóbeszéd szerint a Sainsil alatti királyi sírban található. Azonnal vigyétek el Atemberach úrnőnek, és jaj azoknak, akik cserben hagyják az Istenőt, Loik. De ez egy picit más, hogy... Több szekta van itt? Itt van egy élettelen kő megint nálam. Oké, zsoké, zsoké. És akkor nézzük meg Madorát. Szerintem ez a kassa, ez nagyon jó. Aha, ez nagyon jó ez a kassa. De azért megnézzük, srácok.
Á, nem. Tehát így ránézek és élből látszik. Jó. Nagyon jó az a kasza. Nagyon jó az a kasza. Jól látom, hogy ott nem tudunk átmenni, mert pont oda került a láda. Jó, mondjuk a olajon sem annyira szuper átmenni. Rodrignál milyen bot van? Tűzbot, innen látszik. Akkor... lőjünk vele egy tűz. Igen, ez volt a baj az előbb, hogy ott a trollnál vagy kinél, hogy ugye nem így csináltam. Az sem volt rossz, értitek? De ez a jobb megoldás. Jól van. Vissza Volgráfra. Picit meg kell várni, míg elillan, meg elalszik a tűz. Amúgy ez igen, tehát, hogy ezek nagyon tetszenek a játékban, ezek a megoldások. Oh. Na, álljunk meg egy szóra. Mi ez, hogy mauzólem is használat? Például. Jó, ide bármikor visszanézhetünk. De ez az, ami nekem olyan gyanús. Ezt jól lenne ezt fog fölrobbantani, mert... nem akarok oda belesétálni. Habár ki is lehet kerülni. Jó, kockáztatunk. De gyors mentéssel. De jó, hogyha én is kikerülöm a tócsákat, akkor ők is. Az nagyon jó, viszont az tetszik. Nyersús, ezt majd megsütjük. Hé. Hordó kinyit. Azaz. Érdekes, hogy most ez a használat. Here lies Lord Walden, who requests that any speaking ill of him box their own ears. Szuper. Kicsit furcsán mentek oda. Miért nem jelenik meg? Aha, most jelenik meg így. Jó, ott azért mentsünk egyet. Here lies Baron von Thornlair, the finest poet in Rivellon. Nem tudom amúgy, hogy itt ennek van-e bármi szerepe. No, de viszont már hamarosan elérjük a szentélyt. Ott van a szentélyünk. Az a cél, hogy azt elérjük. Utána lehet itt garázdálkodni, meg körbenézni, de ez a cél ugye, hogy elérjük. Jól van. Opp, ott van valami. Mentünk egyet. Ó, hány óra van? Jó, szuper. Egészkor kezdtem el neki. Zárva van. Ügyi. Először őket, utána... ötödik csenget csapása. Sírkő. Who was allergic to valves. Super. Használat. Here lies Lady Bravey, a forgetful mom who had two babies, maybe. De ezeket a hülyeségeket, szerintem van egy ember, aki ezeket a hülyeségeket kitalálja. És még valószínűleg nem is egy csapatnak dolgozik amúgy szerintem. Here lies Sir Oops, whose mother loved him dearly, eventually. Na, nézzük akkor. Semmi. Mentünk egyet. Ó, csapda. És ha reflexzerűen rányomtam volna, az lett volna a gyönyörűség. Hú, de ravasz volt valaki. Meg szerencse, hogy azzal nem számolt, hogy Zozókának már igencsak lassúak a reflexei. Ja. Milyen csapda vagy? Tudunk-e bármit is vele csinálni? Úgyhogy van nálunk egy kulcs. Szerintem itt valahol a temetőben, vagy itt a templom körül lesz a... amit kinyit. De az is lehet, hogy a templomot nyitja, a templom ajtót. Na, majd meglátjuk.
Nézzük csak meg, srácok. Csapda. Ó! Oh! Gyere ide a pucihoz. Egész biztos vagyok benne, hogy láttam Ebenezer öreg macskát a királyrák fogadóban. Itt meg most valami hangot is hallok amúgy. Ó, oh, hello fiúk! Szerintem... Szerintem... Ők a légionáriusok? Jó, jó, jó. Ezt lehet, hogy ők lesznek a légionáriusok. Volgráf, menjünk egy picit távolabb fiúk. És... Megpróbálok belelőni ebbe a... Ha megtalálom, ott van. Nem igazán sikerült. Csapdával le tudjuk szedni, használat. Hatástalanít, mármint hogy igen, lehet szedni. Jaj, jaj. Jó. Végső soron sajnos nem értünk el vele semmit. Szemét halom, majd megnézzük. Légyülő galóca. Nézzük meg a szemét halmot. Hát vagy itt lesz a láda, még ugye azt tudom elképzelni. Te mi vagy? Párna. Ez mi a frit fene? Nagyon hülye humor, mit ne mondjak. Tehát nagyon hülye humor. Here lies Lady Bravey, a forgetful mum who had two babies. Maybe. Nem semmi. Nézzünk egy picit körül. Ó, jaj, de oda menjünk el, légy szíves, zotya. Ne felejtsük el, ne a légiósok felé menjünk. Hanem fedezzük fel azt a gyors utazó szentét. Szerintem itt... Jó, megvan. Nézzük a szemét halmat. Ó, oh, azt... Bab, mindenit. Mi vagy te? Ó, oh, Istenem, a szívemmel meg... Kutya szörny. Méreg ellen nagyon immunis. Jó. Ez szerintem, srácok... Ez szerintem csak így, simán. Simán elkezdjük támadni mindenkivel. Így van. Nem hiszem, hogy olyan nagy meglepetést okozna. Ez is. Ja, várjatok, nem jó. Azt ne pazaroljuk el. Egyetlen jó, nincs el mit elpazarolni rajta, de mint hogy AP-t úgy értem, ne pazaroljuk el. Hát, tudjátok mit? Nem is érdekel. Madora körök következik, Madorával rácsapunk egyet. Meg is van. Nem volt egy hatalmas ellenfél. Ne menjünk oda, srácok, mert... Ott... ott van a... zöld kipárolgás. Na. Ó, ott is lesz majd. És akkor itt vagyunk. Ácsi? Ó, ezt titeket hallottalak. Itt tocsogni. A kis rohadék, nézzétek csak. De nem arra fogunk menni. Ez a lényeg, viszont itt van egy szeméthalom, amit megnézünk. A mindenit. Jó,
És akkor menjünk vissza, és beszéljünk a légiósokkal. Várjuk egy picit. Azon gondolkodtam, hogy most beszéljünk a légiósokkal. Itt találtam egy gyors utazó szentélyt. Visszamegyünk a városba, leadok... Két küldetést talán le lehet adni. Az egyik a levélkézbesítése, a másik meg, hogy a templomnál most ugye itt vannak ezek a légiósok. És be tudunk számolni róla. Hogy azzal is egy picit előrébb vagyunk ugye akkor a tapasztalati pontok tekintetében. Gond, jó, jó, jó. De most egyelőre beszélünk itt. Gondolom ezzel a hangossal. Gondolom ezzel a hangossal kell beszélni. Tudom, bocs. Igen. Sült hús. Kevés pénze van. Jó, akkor Rodrig. Ezt mindig beszopom. Surely I don't have to tell you how much better a life or death here in Rivalon is compared to a dreadful eternity in the Hall of Echoes. Beats me. We're hardly the only Sicilians lost at sea, but there's some strange magic afoot. Akkor nem elég jó sok lesznek. The dead can't seem to stay that way. We were all aboard a ship headed from Arada to Fair Sicile, but upon our return, the lighthouse failed to shine its light. We were lost upon the rocks and flung far and wide upon the tempestuous waves. The name's Ebenezer. Pleased to make your acquaintance. You've probably been meeting some sad souls around here, but I sure as hell ain't one of them. In life, my interests were soft weathers, southern vintages, sun-ripened afternoons, and ample-fleshed companions. Each sense was a source of new and familiar pleasures, and I luxuriated in them all. As a ghost, I admit that many of those pleasures evade me, but Rivalon still smacks of life more than the Hall of Echoes could. Though half the fun of fun is sharing your exploits with an eager ear, you know? Oh, what I'd give to find my little buddy again, the best listener I ever had the pleasure of regaling. Nem hiszem, hogy ez fejnélküli link lenne. The final resting place for those deemed worthy of paradise. Paradise after life? Ha! Look around! Paradise is opening your eyes. Or in my case, gazing through the ectoplasm and seeing the wide, wild world around you. Can you imagine anything worse than being stuffed up into oblivion with the rest of the dead? Ah, give me tragedy, chaos, beauty, and delight! My companions would do well to stop pining and start enjoying, no? The ship that sunk and turned us all into phantoms? She was home to a sweet old tomcat, Oscar by name, who'd curl up cozy as can be on my pillow. We shared many stormy nights while I scratched his little chin and whispered stories of my youthful exploits. Nem az elsüllyeszthetetlen Samu. Otthon adott el is Gandornak. Oscar a neve. Na most ugye még lehet a másik cica, aki elvitte a nyuszi nyelvét. But I reckon cats don't stay on as ghosts after they pass. Cause the little furball is nowhere to be seen. That, or the lucky bastard managed to survive the wreck. Jó, erre kíváncsi leszek. He was a scrappy old fellow after all. Nézzük meg a naplót gyorsan. There's something to it, isn't there? Who wants to be judged by a panel of stony-faced gods? Aha. We are our own judges. This ghostly form is the finest blessing we could hope for. The sights, the sounds, my word, a warm blood. Welcome to our abode of exile. Oh, and pay no mind to Ebenezer there. I think his ship is short of a few sails. Hát nem tudom, hogy mindegyikkel megéri majd beszélni. Talán itt a legfelsőket. Aha, jó. For some reason, he insists he doesn't want to go to the Hall of Echoes, to the afterlife. He claims we weren't cursed, but blessed to roam Rivalon. Ezeket gyorsan elnyomom, srácok, bocs. Most of us, some say all, sinners and saints alike are welcome in the hall. Jó. Jó, mert ezek nem fontosak szerintem. Gyorsan, vele, Claudia.
welcome to our abode. Jó. I am but a restless ghost longing for it. Fussátok át a szemetekkel. A virtuous life I led. For some reason he insists he doesn't want to go to the hall of echoes. To the jó, ezt is gyorsan. Sinners and saints alike are welcome in the hall. Jó. Mindegyikkel beszélünk. I'm but a drowned sailor. Like for some reason he insists he doesn't jó. Wear the dead goat to live a proper afterlife. Jó. S még kivel, szerintem már nagyjából mindenkivel beszéltünk. Talán itt valaki mozgott. Claudia. Aha, Claudiával. Jó. Jó. Jó, jó. Srácok, visszamegyünk az utazó szentélyhez. Visszamegyünk a városba. Gyorsan leadjuk. Hát, várjátok, gyorsan nem biztos, hogy le tudjuk adni a küldetést. Mert azt mondja, északi... északi kapu. Mert meg kell néznem, hogy a szerelmese az hol van. Erre. Mariska vagy? Hogy hívták? Majd megnézzük. Milyen könnyű megtalálni. Mert most hirtelen nem rémlik nekem így név alapján. Úgy van, és akkor ő viszont tudom, hogy itt van. Salutations, Source Hunter. I shall be very glad to share what information I can give by all means. Templom. For 2 years, all news has been bad news, and clearly nothing has changed. More dead, more undead, and more letters to write home to grieving widows and widowers. Still, I thank you for telling me, Source Hunter. Knowledge is better than uncertainty. Potsens. I'll grant you that the 2 survivors of that expedition were a bit my legionnaires. They all perished. How fate has treated them wantonly. And if they must come from somewhere, from some... So I did. The chances of survival during these... Okay. Menjünk vissza, beszélgessünk vele. Source Hunter. Hoppá! Ne érdekes, hogy nála van. Föld elementál. Megvesszük. 2.18. Arany. Ő mi is? Nem kell... Elnémítasz egy célpontot. Srácok! Ez... ez miért jó? Most ami hirtelen eszembe jutott, hogy persze vannak olyan varázslatok, meg lelkesítő... például volt udvari zenész, aki volt a bárónál, a szellembárónál. Arra jó? Hát de nem, annyira nekem nem fontos. Nem. Talán. Nem. Szerintem manas belőle sok. Dögvészgránátból is van sok. Mérgező gránátból talán egy kicsit kevesebb. Mindegy, vegyük meg. Te mi vagy? Nem kell lesz. Nem kell lesz. 23 életerő. Á, nem. Nem veszek már semmit. Picit kevés pénzem van. Viszont... van valami, amit el tudunk adni? Van, ugye? Igen, 5. 5. 5 nem. Mennyi ilyen üstünk van? Habár nem sokat adnak értem, mindegy, egy arany. Burgonya. Oké. Jó, nézzük meg a naplót. Igen. 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 Aha, itt van. Jaj, hogy Marisának ez is völgybe. Bocsánat, bocsánat, azt nem figyeltem. Jó, srácok, menjünk is vissza. Erre kell visszamenni? Nem, erre. Megyünk is vissza.
Nem sokat gatyázunk. Nem sokat gatyázunk. Mi lesz a kapunak a neve? Régi templom. Ott van Ezüst Völgyi út. Jó. Menjünk egy kicsit távolabb csak. Megnézzük a templomot. Kutyusnál nem volt semmi, ugye? Jó, sírkő, nem nézzük most meg. Jó, nézzük meg, basszus, nehogy már, ne legyek lusta, ne kapkodjak. Ó, meg ott van szeméthalom is. Jó. Semmi. Jó, és akkor ide még úgyis jövünk. Hát, hogy ott végigverjük a bandát. Sőt, végsősoron mindenkit végig kell verni, mert ugye tapasztalati pontokat kapunk érte. Ó, ott van egy láda. Hello, láda. Nem tudjuk, akkor nem az a kulcs van nálunk. Hű, de hülye vagy, Zotya. Basszus, Volgráffal. Ha van, akkor Volgráffal van a kulcs. Nem. Jó. Pálca. Jó. Marad. Pálcát eladjuk Rodrignak. Őt beazonosítjuk. Hát ezt nem tudom, hogy kinek. Vastag szarong a vízellenállástól. Vízellenállás, méregellenállás. Madorának milyen cuccai vannak? Maradhat. Ki esetleg Volgráffnak nézzük csak meg. Értitek, ő mindig elő szokott lenni, ő kapja áldát rendesen. Szerintem adjuk neki. Ó, milyen, hogy nézett ki, láttatok, mennyire díszes lett? Ho 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 ho. Ez Zsák utca? Mármint úgy Zsák utca, igen, hogy ez megint le van omolva. Akkor pedig arra megyünk, amerre láttuk a ellenfeleket. És gondolom én, akkor, hogy igen, igen. És itt leszünk valahol akkor a templomnál. Ott. Még nem döntöttem el, hogy bemegyünk-e, vagy nem. Lehet, hogy csak elmegyek a bejáratig, és utána még felfedezzük a területet. Az is lehet, hogy mentünk egyet, bepróbálkozunk, és benézünk. Jó, még nem döntöttem el. Mentünk egyet, még egyet. És akkor most. Megyünk addig, ameddig... Ó, jó, a szeméthalmokat nézzük meg, mert hát, ha valami hasznos kerül elő. Na. Szuper. A hangzsár az lehet, hogy sokat ért akkor. Az kép. Festmény egy disznóról. Na, gyorsan. Jó.
Rodrig. Ácsi. Semmi, jó? Rodrig. És ez is Rodrig. Adjuk el. Hát a párna, jó, menjen az is Rodrighoz. Meg ez is, elfelejtettem. Kulcs az marad ugye nálunk. Régi fémkulcs. Mit fog az nyitni? Végsősorban még az is elképzelhető, hogy tényleg a templomot. Mondjuk ez akkor Scarlethez. Jó, oké. Oké, zsoké, zsoké. Nos, srácok. És akkor... A hülye mindenedet. Tudjátok, mit akartam már megint, hogy nem megyek túl közel hozzájuk, hanem akkor én adom az első csapást. Kik vagytok? Csatamágus? Méreg. Gondolom ő is. Jön. Mérget el lehet felejteni. A több ügy nagyjából mindegyik jó. De kár, hogy nem vagy előbbre egy lépéssel, te mocsok. Mert oda én most beküldök egy tüzet. Srácok, mit szólnátok ahhoz, hogyha egyelőre most... Nagyon... Nem csinálnék semmit. Sőt. Ezt akár el is dobhatom például. Mármint, hogy nem ez. Gondolkodok. Akkor jó, legyen mégiscsak ez. Dövgész granátot majd vennem kell, basszus kulcs. Elkapja őket, vajon? Nézzük meg. Jaj, de hülye vagyok. Jaj, dövgész granát. Húzotja. Ne fárasszuk egymást, légy szíves. Jó, tudjátok mit? Semmi. A Volgráf köre következik. Tűznyilat, tüzes nyilat belövünk ide. Sőt, akár úgy, hogy bele. Várjatok, ne csináljunk hülyeséget. Jó. Vagy robbanónyíl. Van, sok van belőle. Aha, nézzétek csak. Talán effektíve jobban járok. Mert effektívebb lesz az egész mindenség. Hát, nem sokat sebeztünk vele. Jó. Előbb is eszembe juthatott volna, tudom. Célpont nem látható, bele tudunk lőni. Simán megnézem, hogy a nyíl mennyit sebez bele. Szerintem sokat. Aha. Jó, körbefejezésre maradunk. Ó, te rohadék! Ó, te mocsok! Sok ijász van. Tűzsebzés. Szerintem lehozom a élő halottat. Hílegy fel és szolgálj. Jó dumák vannak benne. Oké. És el tudunk nyomni egy tűzsebzést is. Ami kifejezetten... Ó, basszus! Nem hiszem el. Kicsit hátrább van és nem tudja elnyomni.
Most ez a zöld kipárolgás, ez még szerintetek belobbantható? Persze, hogy belobbantható. Élőhalott kartforgató köre. Hát az a baj, hogy a tüzet ki kell vele kerülnünk. Várjátok, ez micsoda is? Aha, jó. Akkor is ki kell kerülnünk. Mert gondolom nyílsebesen menne oda. Nyíl egyenesen. Aj, zotya. Ez mennyi? Négy. Tehát 4 AP, és egy picit közelebb megyünk. Mondjuk egy 1 AP-t, az már... Ó, mibe mentünk bele? És jó lenne ezt a rohadékot megtámadni amúgy. Az élő alatt csatamágust, célpont nem látható. De hogyha... Aj, azt a mindenit. Akkor... Nem. Menjünk még egy picit előrébb, srácok. Egy AP-val. Tehát miért? A csatamágusnak jól lenne adni vérzést. Mi a francba vagyunk ott? Ott van valami parázsik alatt... Jaj, valami parázsik alattunk. Nem lehet látni. Jó. Mi? Immunis? Robbanj föl! Nem csak engem sértesz amúgy, töki. Ha ott fölrobbansz. Jó, állj meg ott! 20 Scarlet. Valahol oda kéne lőnünk. Kedves Scarlet nekem. Légy szíves, mágusbot. Aj, nem látható a célpont. Mozogjunk. 2 AP-t. Igazán segíthetnének azok a szellemek, akik ott vannak. Eltaláljuk. Szuper. Nem sikerült nagyon bele trafálnunk. Nem akarok elnyomni most ilyen tekercseket. Úgy érzem, hogy nyerő pozícióban vagyok. Nem látható. Akkor inkább őt fogyasztom le. Ha sikerül. Megfagyott. Kiadott a kanócom. De aranyos. Körbefejezése. Váltok körbefejezése. Picit lehet, hogy erre mozgok vele. Kikerüli a területet, de rohadék. Scarlet köre következik. Jó. A víz. Sújtósebzés. Van valami sújtósebzésünk? Amúgy ez például most érvénytelen célpont. Tehát ez mikor hasznos? Ezt már néztem amúgy, ugye? Jó, sújtósebzés. Levegősebzés, átok van. Sebzésnövelés. Hát, lehet, hogy Madorának most adunk páncélt. Mert ez a rohadék, ez ott jön. Oké. És szerintem adunk neki sebzésnövelést is. Yeah.
élőhalott kardfogatóval, ha bele tudunk, még tudunk harcolni vele, akkor egy picit szerintem 5 AP. Miért kéne nekem? Ki van gyulladva, Volgráf? Valakinél kell, hogy legyen. De nincs nála. Lőjünk rá egy sűtos ebzést a lovagra? Meg tudunk lőni csábítást is. Nézzük meg először a sújtós ebzéses leütést. Sikerült, szuper. És megpróbálunk elcsábítani valakit. A célpont nem látható. Hogy a minden itt? A zombi viszont látható. Jó, és ahogy nézem, hogy sikerült is. Ne lőj, ne lőj, ne lőj! Ó, te rohadék. Élőhalott kardforgató, támadja már meg azt a kis csontit. A robbanó csontvázat, szeretném. Rodrik köre következik. Az a baj, hogy Rodrik nem most tűzbot van, és ugye a víz lenne a legjobb most ellenük. Várjunk, Volgráf még mindig él. Kinél van? Sajnos... Hát van nála vizes nyíl, de ezt például el kéne küldeni inkább. Nem akarom ledobni, mert most nekem is hasznos ugye a tűz. Volgráffal valamit kezdeni kéne pedig. 5 AP. A robbanó csontit kéne megtámadni, basszus kulcs. Nézzük meg a... Kicsit előre kell mozognom vele. Nincs mese. De miért ilyen gyors? Tehát miért sokba kerül a mozgás? Van valami büntetésünk szerintem. Van valami büntünk. Tizenöt méter. Mennyit tudunk mozogni? Semmit. 4 AP, 5 AP, nem semmi. Aj, szegény csontim. Scarletnek szerencsére semmi büntetése nincs. Sőtekercs. Menjünk vele egy picit hátrább. Nem? Mondjuk így is messze vagyok tőle, csak akkor ne hátrább, hanem egy picit szét a csoporttól.
Holgát még mindig ég. Aj, basszus. Megint talán a robbanó... Robbanó nyíl lenne a legjobb, nem? Ó, azt a mindenit... ahogy látom, hogy... Na így most talán azt mondom, hogy... Mind a kettő benne lesz a robbanási sugárban. Jó, de nekünk még itt van egy élőhalott csatamágusunk. Amúgy, megfigyeltétek, hogy mennyit tapasztalati pontot kaptunk? Tehát, hogy nem mindegy, hogy hogy öljük meg az ellenfeleket? Milyen hamar, milyen nagy sebzést okozza, stb. Nekem nem tudom. Vagy csak annyi történt végsősoron, hogy itt most fölrobbant a kis robbanó csontvázunk, és ugye sok ellenfél ott szintén megsemmisült. Lehet, hogy inkább ez az utóbbi. Na jó van. Simán lőjünk bele egyet a élőlag csatamágusba, mit szóltok? Nem, de. Jó, hogy nincs elég acélpontom. Semmi baj, egy picit... egy picit maradjunk ott. Tudunk bármit is tenni? Még van valami három... Á, nem. Jó. Rodrig. Ahogy nézem, hogy elaludt a... Rodrignak a... végése. Hát viszont erre kénytelen vagyok rányomni. Jó, és mondjuk egy... Madoránál még ott van a sebzésnövelés. Akkor egy sima tűzsebzést... a csatamágusnak. A zombi még mindig nevelünk van. Ó, meg ott is van egy kis zombi. Mindegy, ezek lassúak, esetlenek. Égés immunitás. Oh. A rohadék. Víz mínusz 25. Víz és sújtós sebzés. Víz és sújtós sebzés. Azt a mindenit. Ide akarok menni. Hát srácok, basszus, én pedig ezt most itt elnyomom. Talán használ ellene. Talán használ ellene. És menjünk vele egy picit távolabb. Hátráljunk vele. Jó, azok ott el vannak egymással. Madóra. Na most ugye... Most kéne, ha lenne, de most pont nincs nála, a tűzpajzs. És most pont nincs nála. Basszus kulcs. Mert hogyha most én megtámadom őt, akkor az vissza fog rám menni. Bizonyos része szerintem. Mindegy, mentsünk egyet, srácok. Berakjuk ugye szokás szerint ezt. És szerintem simán egyet rácsapok. Vagy... Van esetleg... Na, most hol vagyunk? Ne! A kurva! D-pad! Jóban, menjen a játék a tökönbe, tehát... Gyerekek, tehát akartam, hogy alul választom a varázslatoknál, hogy mi legyen. Ja, várjatok, mentettem egyet. Jó.
És ugye nem az volt az aktív. És hogyha nem az az aktív, akkor a D-padról lemegy az, hogy most álcázom magam. Rossz! Nem jó! Hát az Isten áldja meg! És ugye kapkodok persze én is. Jó. Még nagyon szerencsé, hogy mentettem egyet. Tehát ezt akarom megnézni, ugye, ott, hogy mit tudok mást itt kiválasztani. Amivel jobban járok. 4 AP, nem. Ez meg sok. Hát akkor meg csak simán rácsapok. Jó. Akkor simán rácsapok. Fú, de mérges vagyok. Maradjunk ott. Volgráf. Na most kéne ugye az, hogy most Volgráfval valami közelharci támadást végezni, de szerintem talán jobban járunk, hogyha egy leütőnyilat alkalmazok. Jó, annyira nem jött be. Víz, levegő. Akkor egy vizes nyilat lőjünk bele? De annak annyira nem jó a sebzése. De viszont van belőle rohadt sok. Jó, nézzük meg. De viszont a víz lehet, hogy még eloltja. Aha, mintha valamit csinált volna vele. Menjünk egy picit távolabb vele. Tehát, na, mérges vagyok a játéknak a kezelhetőségére, mert hogyha az ember egy kicsit nem figyel oda, izgalmában, és nem ment előtte, akkor sajnos, na ezt most simán csak rálövök, akkor sajnos elhasználódik az a pont. Jól van. Tudunk vele még valamit támadni. Vagy csinálni valamit. Mondjuk egy sebzésnövelést adhatunk Madorának. 2. Ott van 3-szoros sebzésnövelés, látom most már azt is. Egyre több mindent refigyelek föl. Scarlet köre következik. Nagyon lassúak vagytok. Bele alig kell már valami. Szívesen nem is használok. Akkor inkább támadjuk meg őt. Jó. Ó, pont nem tudunk még valamit támadni. Jó. Jó. Ó, a kis rohadék. Madóra körök következik. Na, az érdekes az, hogy támadom meg? Mert nézzétek, hogy merre akarna ő menni. Akkor lehet, hogy... lehet, hogy őt kéne megtámadni. Simán csak üssünk rá. Meg is kapott, tesó. Jó, ezt most egy kicsit csalásnak érzem, de... mérges vagyok a játékra, meg magamra is egy picit, hogy így... A D-paddal itt... nagyon sokszor beleestem már ebbe a hibába, hogy nyomogatom a D-pad gombjait, és ugye... Nem az az aktív, amit gondolok. Na, de viszont akkor várjatok. Akkor ne ezt csináljuk, hanem mondjuk ezt. És támadjuk meg őt. És még... hát még valamit tudunk kezdeni. Nem... ó, Kartács.
Kartács! Hajrá, Kartács! Jó. Volgárfal, most már nem használunk semmit, simán belelők a zombiba. Ez az. Még egyet nem tudok sajnos. Na. Igen. Megvan. Srácok! Még, ja, még ő le van ütve. Itt van még egy leütött fejetlen zombi. Már semmit nem tudok vele csinálni. Scarlett! Simán támadunk egyet. Ne, ez érdekes. Szuper, ez szuper volt. Ez szuper volt. Jó, nem mindegy. Most már olyan tök mindegy. Aj, de vicces. Rodrig. Rodrig el van kábítva. Meddig kell várnunk amúgy? Picit várni kell. Szuper, jó. Nem volt annyira jó ez a harc. Sokat idegeskedtem. Scarlettnek is kell gyógyítás. Hány óra van? Ó, basszus kulcs. Elrepült az idő. Nagyon jó a játék. Írtozat. Tehát nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Nagyon sok mindenre. Ne. Ide gyerektek és gyors mentés. Jó, légy szíves. Ez az. Ezt megnéztem. Ott van még egy sírhalom, vagy szeméthalom. És megnézzük, hogy mi van benne. Jó. Nem is tudom, hogy mennyi ilyen tolvajkulcsom van. Hoppá. Ugyanaz. Lehet, hogy a játék... hogy ne... hogy ki tudjunk nyitni valami kaput, több helyen elrak nekünk, vagy elénk rak ilyen kulcsot. Jó, az megvolt. Mik vannak itt? Szeméthalom. Jó, ezt megnézhetjük itt ezeket a dolgokat. Szuper. Oké, zsoké. Plusz egy zárnyitás. Hát ez Marko maradjon nála. Ezt szerintem meg eladom. Rodrig, te mi vagy? Eladom. Más ugye nagyon nincs is. És akkor van itt egy régi fémkulcs. És egy régi fémkulcs. Jó. Lehet, hogy el lehet adni mondjuk zárnyitás. Milyen gyűrűk vannak Volgrafnál? Hát jó. Mondjuk, hogyha nagyon kell zárnyitás, akkor ugye ezt lecserélhetem. Jó, lehet, hogy nem fogom eladni. Itt most új nincsen, ugye? Jó. Gyors mentés. És itt vannak még elhagyott cuccok. Ő mit csinál? Pergamen. Csonthalom. Szeméthalom.
Jó. Fogó. Semmi. Mi a franc az a fogó? Volt már nekünk ilyen, hogy fogó? Ó! Nem emlékszem rá, de mindegy. Arany. Szeméthalom. Ó, ott vannak ilyen robbanó hordók. Ne már, legyen már valami. Sírkő. Felszedtünk minden srácok. Az megvolt. Aj, jó, végig megyünk rajta, nincs mese. De szeretnénk most már eljutni ide. Basszus kulcs. Na jó, hogy mentünk... Na nem. Mentsünk egy-egy gyorsan, és akkor a szeméthalmokat megnézzük, srácok. Hát, ha valamelyikben lesz valami értékes. De eddig... Hát jó, ezt el lehet adni. Már ez is érték végső soron. Valamelyiknek tudja, hogy lesz valami ellenfél amúgy. 100%. Jó. Itt esetleg valami? Nem. Gyanús az a két robbanó hordó, pont ott az olajos résznél. Ez mi volt? Faág. Jó. Gyanús nekem az a két hordót. Anyád. Anyucikád. Kivel állunk szemben? Egy erősebb zombi vadkarral, akinek van ezért élettereje. Méreg. Ennyi. A többi az minden jó ellene. Várjatok? Már megint nyomogattam a D-t. Szerencsére most jó volt. És mi lenne, hogyha oda? Oda. Na, miért nem? Jó, akkor oda. Körbefejezése. Madórával. Nem akarok oda menni hozzá. Egy sújtós sebzést oda nyomunk neki. Jó. Elég is volt. Volgráffal meg szerintem oda lövünk egy nyilat. Tüzes nyilat. Jó, meg simán még valami nyilat. Jó. Ez az szerencsére, hogy ezek hamar megvannak végső soron. Oké, Volgráf megvan. Nem sérült senki. Gyors mentés. És csinálunk egy keresést. Nem. Nem hiszem, hogy a vaddisznó esetleg hús lehet. Aha, de nem tudok most oda menni. Meg kell várnunk mire. Vagy míg elalszik a tűz. Basszus, meddig tudom még ezt? Állj! Jó, most már mindegy. Erős páncél, üres levegő képességkönyv, erős borkar, bőr, karvédő. Jó, semmi. Eladjuk. Levegő képesség könyv az... Scarlet. Értelemszerűen Rodrig.
meg sajnos egykezes fegyver. Amúgy nem rossz, nem rossz. De eladjuk. Rodrig. Lehet, hogy most már lassan majd megéri legyártani cuccokat megint. Biztos, hogy lesz majd, hogyha így végzünk ezt itt mindennel, akkor tudja, hogy lesz majd egy ilyen nagyobb pihenés és menedzselés. Bőrdarabok, Rodrig, Pergamen, Rodrig, ő meg marad itt. Jó. Gyors mentés. Haj, fölvesszük. Nyers húst fölvesszük. Oké. Ó. Kíváncsi leszek, hogy lesz-e még valami ellenfél itt. Szerintem a templom bejárata előtt. Jaj. Mindig a színpartus, gyerekem, mindig a színpartus kerülget ilyenkor. Vagy lehet, hogy nem lesz? Ha ki lenne, akkor most már látnom kéne a ellenfeleket. Te ki leszel? Mi leszel? Remélem ez a két szobor nem támad nekünk. Jó. Mentünk egyet. Well, what's this I've spotted? És mit? Áruld el nekünk. Csináljunk keresést esetleg. Semmi. Jó. Itt vagyunk a templom ajtónál. Elértünk ide, srácok. Ugye itt volt, itt lesznek még majd ellenfelek, meg ezt az egész területet itt mondjuk be lehetne barangolni. Ugye még itt biztos, hogy nem voltunk. Valahol itt jöttünk le. Talán emlékeim szerint, vagy itt. Francse tudja. Mindegy, itt még lesz még bejárandó terület. Szerintem, srácok... Szerintem benézünk a templomba. Hogy állunk mondjuk a fejlődéssel? Szép lassan lépünk szintet. Lehet, hogy nem cél... Nem kellene hátráltatni most. Tehát, hogy be kéne menni a templomba. Nem most, a következő videóban. Mert, tehát hiába járom körül most a templomot, szerintem nem fogunk annyi tapasztalati pontot kapni, hogy szintet lépjünk. Szerintem nem. Tehát itt azért az elég sok tapasztalati pont. Durván 40 ezer még. Vagy hogy van? Aktuális 266 ezer. Mi van? Következő 63.885. Tehát még annyit kell összegyűjtenünk. Akkor nem is, akkor bocsánat, igen, akkor rosszul néztem, mert azt hittem, hogy mennyi van most nálunk. Tehát mennyi nálunk most, és még mennyi kell, de akkor ez nem azt jelenti. Jó. De azt mondjuk, most viszont gyors mentünk egyet, és benézünk, jó? Jó. Örülök neked. You try to enter the church. The statues that flank its heavy oaken doors address you. Granny Törsen. Hold your horses, stranger. This holy hall may be entered by those who are loyal to the goddess only. And even eyes of stone can see you are Granny Törsen. Na de viszont a szektának a tagjai már bent vannak, nem? Ha! Who are those loyal to the goddess? Oh. Értem. They are those who have seen the powers of blood, ignorant one.
They've partaken the knowledge of old. Szerintem itt harc lesz, akkor gondolom. Blood undoes death. Such is the wisdom you cannot even conceive. It is a wish we cannot grant unless you prove you have knowledge of the goddess. Answer us therefore the following question. Jó, ezt meg ki lehet következtetni, gondolom. Tehát elmentjük az állást, visszatöltjük. How is she known among the loyal? The exalted one. She who speaks for the goddess. Nem hiszem, hogy egy kőszobrot meg lehetne félemlíteni. Nagyon tetszik a hármas. Szerintem csábítani sem lehet el egy ilyen kőszobrot. Akkor legyen az érvelés. Oké. Okay. Tart B a vita lerövidítéséhez. Srácok, úgyis el van mentve. Roderick nyerte meg ezt a vitát. Before such piety, we cannot remain as stern as the stone we are shaped from. Go, you may enter the church. The loyals are lucky to count you among their number. De nem megyünk be, hanem mentünk egyet. Most megint. És úgy megyünk be. Ja. Benézek, kíváncsi vagyok, hogy a következő videóban mire számítsak. Megszentségtelenített templom. Te mi vagy ott? A csillár. Eljünk, nézzük csak. Ó, itt van a csipi csapat. Csipet csapat itt lesz. Oké. Okay. Csak úgy kíváncsiságképpen. Jó, csak úgy kíváncsiságképpen. De nem. Volgár fel akarok. Csak úgy kíváncsiságképpen. Mi lenne, ha indítanánk? Á, egy picit közelebb kell menni. Aj, jó. Oké. Okay. Csak úgy kíváncsiságképpen. Aj, de... Jó, mindegy. Visszatöltöm az állást, srácok, bocs. Azt akartam megnézni, hogy... Fiatal szektatag... Holttest. El is tűnt nekünk a közvetítőnk. Nem látom, hogy hol van. Ja, de amúgy látjátok, hogy ez valamilyen szinten jó taktika, hogy egy nagyon picit közbe, körbe, vagy odalopozok és belelövök, és már ugye egy kicsit helyzeti előnyben vagyok, hogy kicsit kevesebb az életerejük. Jól van. Gyors betöltés. És akkor itt lesz vége. Szerintem én most már abba is hagyom srácok a játékot, mert érzem, hogy egy picit talán sok volt, hogy így nem tudtam nagyon oda koncentrálni. Mérgelődök már, meg mit tudom én. Most már szüneteltetjük a játékot, mással fogok játszani. Sciencio, igen. És... főmenü. Amúgy is rohadt sokat játszottam a játékkal, gondolom. Nézzünk mást. Jaj, basszus. Nos. Itt vagyunk a templomnál, most már nem megyünk sehova, bepróbálkozunk a templomba. Bepróbálkozunk különféle ügyes trükkökkel, mint ahogy most láttátok, hogy akkor megint valamilyen támadást intézik ellenük, amúgy tök mindegy. Még az is lehet, hogy valami mérgező nyilat esetleg kilövök rájuk, és az is úgy jó lesz, mert szerintem ő ellenük jó lesz a mérgező nyilat. Az a lényeg, hogy egy picit helyzeti előnybe kerüljek. Rendítsek! Köszöntöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!